Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió csütörtök esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Szív alakú fémedényekben gyűjtik majd a kupakokat. Nemes küldetésen Afrikában. Makói labdarúgók is szerepelnek a nemrég kiadott futballlexikonban. Szív alakú fém kupakgyűjtő edényeket helyeznek ki a város forgalmas pontjain Csermák Szilvia önkormányzati képviselő javaslatára. Többek között erről is döntöttek a tegnapi ünnepi testületi ülésen. Az ülést a Szikszai György Református Általános Iskola tanulóinak karácsonyi műsora nyitotta meg. Az intézmény 5. és 6. osztályos tanulóit Siket Ákos és Zsiga Etelka készítették fel a műsorra, melyel a testület tagjait, valamint minden jelenlévő vendéget megörvendeztettek a közeledő ünnepek alkalmából. A nap közel 30 napi rendi pont megtárgyalásával folytatódott, melyek között több beszámolót és tájékoztatót is meghallgathatott a grémium, például a hivatal vagy a lakásügyi tanácsadó testület munkájáról. Felülvizsgálták a köztemetői díjakat is, melyeket változatlanul hagytak, valamint döntöttek a Makóváros fejlődéséért közalapítvány kuratóriumának új tagjairól. Így dr. Halmágyi Pál, dr. Faludi Zoltán, Gilinger Katalin, Gilinger András és Gilince János helyett a jövő Tiszlavics László, dr. Barta Béláné, dr. Farkas Margit, Kincses Tímea, Marton Gergely és Gilinger Nándor viszik tovább az alapítvány ügyeit. A grémium elé került több sportoló támogatási kérelme is. Majoros Robert például azért fordult a városvezetéshez, hogy az 5. Kernes Open versenyen való részvételét segítsék, hiszen nemrég sikeresen kvalifikálta magát. A Makó Búdó Klub ökölvívó szakosztályának vezetője, Kis Ferenc a szakosztály felszerelésének bővítéséhez és a versenyeken való részvételhez kért segítséget. Mindkét esetben 100-100 ezer forint támogatást ítéltek meg a testület tagjai. Ezen kívül döntöttek Csermák Szilvia képviselő önálló indítványáról is, amely szerint a város forgalmasabb pontjain 2 darab szív alakú fém kupakgyűjtő edényt fognak kihelyezni. A képviselő szerint ez a Dániából származó ötlet már több magyar városban is sikerrel működik. Célja pedig a környezettudatosságra való felhívás mellett a jótékonykodás, hiszen a kupakok leadásából származó bevétellel többeknek tudnak majd segíteni. Advent időszakában a szeretet ünnepéhez közeledve már hagyomány, hogy minden klub bensőséges hangulatban készül a karácsonyra, valamint idézi fel az esztendő legemlékezetesebb pillanatait. Ez nem volt másként a Vertán telepi nyugdíjas klubnál sem, ahová Csermák Szilvia önkormányzati képviselő is ellátogatott. A nyugdíjas klub 2005-ben alakult, vezetője Nádasd Istvánné, aki 47 társával 2-3 hetente rendszeresen találkozik, és egy egész délután szánnak egymásra, ahol jókat beszélgetnek, kártyáznak, vagy éppen ízletes finomságokat készítenek. Emellett kirándulni járnak, az idén például Visegrádon, Esztergomban és Szentendrén is voltak. Minden rendezvényen részt veszünk, a kis térségekkel is nagyon jóban vagyunk, úgyhogy 17 klubban vagyunk jóba, 14-en voltunk, most volt 26-án nekünk a nagy rendezvényünk a koronai teremben, nagyon jól sikerült, 166-an voltunk, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat. Már hagyománynak számít náluk a karácsonyi ünnepség, melyet advent időszakában tartanak meg. Az idén a Makói Óvoda Kassai utcai intézményének műsorával vette kezdetét a rendezvény, mely igazán meghitt hangulatot varázsolt a légkörbe. A délutánon, mint mindig, Kocsis Sándorné is örömmel vett részt. Elmondta, 6 évvel ezelőtt csatlakozott a klubhoz, ahol gazdasági ügyintézőként is tevékenykedik. 2013 óta vagyok a klubnak a tagja. Akkor készültem nyugdíjba,
és az aktív éveim után szerettem volna még valami közösséghez tartozni, és miután nagyon sok ismerős is volt a klubban, ezért úgy gondoltuk a férjemmel együtt, hogy csatlakozunk hozzájuk. A rendezvényen Csermák Szilvia is tiszteletét tette. Az önkormányzati képviselő elmondta, jó kapcsolatot ápol az idősekkel, szeret részt venni programjaikon, ahol beszélget, ismerkedik velük. A karácsonyi ünnepségre nem érkezett üres kézzel. Készültem süteménnyel, sütöttem süteményt, mert úgy gondoltam, hogy üres kézzel nem illik jönni, ám gondoltam a férfiakra is, nekik pedig hoztam egy kis pálinkát. A városban mintegy 15 nyugdíjas klub működik, akiknek a tagjaik szinte minden városi rendezvényen jelen vannak, és ha kell, kiveszik a részüket a munkában is. Viszonzásul Makkóváros önkormányzata minden évben megrendezi idősek karácsonya programját. Most pénteken a Hagymaház színpadán Nyári Károly lányaival, Alizzal és Edittel adnak koncertet a makói szépkorúaknak. Rövid híreket láthatnak. Makóváros egyik meghatározó személyisége Jámborné Balog Tünde, aki 7 éves kor óta él a településen. A nyugalmazott pedagógus számos gyermekkel szeretette meg a rajzolást, valamint ő maga is szívesen alkotott, portrékat festett, könyveket illusztrált, valamint védjegyévé vált a batikolás is. Munkái Bulgáriától egészen Németországig számos kiállítást éltek már meg. A makói művésztelep egyik vezéregyénisége volt, valamint vezetett báb és színjátszó csoportot is. Mindemellett az írásban szintén örömét lelte. Már gyermekkorában foglalkoztatta gondolatainak papírra vetése. Középiskolás korában versek is születtek tollából, azonban az igazi kiteljesedés 55 éves korában kezdődött. Újságokban, irodalmi folyóiratokban publikált, majd jöttek a kötetek. Legújabb könyvének bemutatójára idén tavasszal került sor a József Attila Városi Könyvtárban. A mű a különös tartomány címet kapta, mely az elmúlt 20 esztendő válogatásaiból állt össze, korábban megjelent és utólag kiegészített elbeszélések gyűjteménye. Családjának felmenőiről szól, nagyszülei, dédszülei, valamint férje, rokonai ugyancsak szerepet kaptak benne. A szerzemény sikerét mi sem igazolja jobban, mint az, hogy Tünde nénit nemrégiben az év legsikeresebb szerzője díja jutalmazták érte. Az elismerést azok kapják, akiknek írományát a legnagyobb példányszámban vásárolták meg, és maguk is sokat tettek annak népszerűsítéséért. A Szép Halom könyvműhely által odaítélt kitüntetés Budapesten vett át az Oláh János költő, író emlékére rendezett irodalmi est keretében, melyre immár negyedik alkalommal kerített sort a Magyar Napló kiadó szerkesztősége. Sokrétű munkásságát egyébként korábban már elismerték a Magyar Érdemrend Lovak keresztjének polgári tagozatával, illetve a Művészeti Akadémia Millenniumi Aranyok levelének egyik büszke tulajdonosa is. Marosmenti településünkön 4 középiskola érettségi előtt álló diákjai számára rendeznek évről évre bálakat a téli időszakban. Általánosságban elmondható, hogy a felnőtté válás egyik meghatározó eseményét az oktatási intézmények az Erdei János Városi Sportcsarnokban tartották hosszú ideje, azonban a Galamb József mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola szakít a hagyományokkal. A szalagavató ceremóniát ugyanis a Hagymaházban, azután a következő vacsorát pedig a koronában kívánják megtartani. Az intézmény ennek kapcsán pedig kérelemmel fordult Makóváros képviselőtestületéhez, miszerint a korona dísztermét 2020. február 8-án kedvezményesen szeretnék igénybe venni. A grémium a december havi rendes testületi ülésen döntött az indítványról, 1000 forint plusz áfa per nap méltányos bérleti díjat szavaztak meg a nagy volumenű eseményre való tekintettel. A Galamban az idén egyébként 300 nebuló tanul, köztük pedig 65-en végzősök. Horváth Zoltán igazgató úgy fogalmazott, hogy a diák létszám ugyan érdemben nem változott az elmúlt esztendőkben, azonban évről évre több köztük a vidéki, még a szomszédos megyékből is vannak növendékeik, utóbbiak pedig nem hívnak olyan sok vendéget, hogy az egész sportcsarnokra szükség legyen. A változtatás ötletét a szülők vetették fel, írja a délmagyar.hu. Gondolatban Afrikáig utazhattak a vendégek a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének legutóbbi rendezvényén, ugyanis meghívott vendégként dr. Fodor Réka, házi orvos és belgyógyász tartott előadást a koronában. A szakember évek óta misszionáriusként teljesít szolgálatot Afrikában, és az itt szerzett tapasztalatairól tartott egy érdekes beszámolót.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének makói csoportja már igen sok sikeres rendezvényt tudhat a háta mögött. A legutóbbira szerda este a koronaszálló dísztermében került sor. Ennek meghívott vendége dr. Fodor Réka házi orvos, belgyógyász volt, aki immár 4 esztendeje missziós orvosként is tevékenykedik Afrika több országában. Bíró István, a csoport titkára stábunkkal megosztotta, hogy mire szerették volna felhívni a figyelmet a doktornő előadásával. Nagyon gyakran el vagyunk kényelmesedve, és olyan dolgokat tartunk fontosnak, amelyek nem biztos, hogy a legfontosabbak. És egy kicsit a mai előadásban, illetve a képekkel erre fog rávilágítani, hogy ne veszítsük elő a szemünk elől a célt, hogy mi a lényege karácsonynak. Tehát az, hogy együtt legyünk, emberként tudjunk egymással beszélni, együtt tudjunk ünnepelni, ezért dolgozunk egész évben. Tehát alapvetően az egész munkánk arról szól, hogy legyen kivel leülni, legyen mit enni, és legyen miről beszélgetni. Dr. Fodor Rékában már 12 éves korában megfogalmazódott a gondolat, hogy missziós orvos lesz, ám az álom beteljesülésére 4 évvel ezelőttig várnia kellett, akkor ugyanis egy csapattagjaként kijutott Ugandába. Az itt tapasztaltak nagyon mély nyomokat hagytak benne, ezért is indította útjára az Afrika Alapítványt, amely azóta is szervez missziókat a kontinensre. A doktornő arról is mesélt, hogy miért kiemelten fontos a tevékenység, amit folytat. Leginkább ugye egy missziós orvosnak az a feladata, hogy azokat a rétegeket szűrje és ellássa, akiknek tényleg nincsen egy vasuk se. Egy átlag szegény ember, nem a nyomorgó, hanem aki úgy éldegél, az napi $1 tengődik, ami azért valljuk be a WHO szerinti nyomorhatára. Na most ott ebben az egész térségben nincs tévé, nincsen biztosítás, mert legtöbbször nincs is bejelentett munka, tehát nem tudják megoldani. Na most, hogyha valaki beteg lesz, és nincs pénze, ahhoz meghal. Tehát egy pofon egyszerű betegség, mondjuk egy malária, az ott népbetegség. 300 millió ember fertőződik meg egy évbe, és több mint 1 millió meghal. De ez teljesen értelmetlen, mert ez egy héten belül gyógyítható, $10. Hozzátette, a legutóbbi 3 kiküldetését már Nigériában teljesítette, ahol nagyon nagy szeretettel fogadták őket. Egy helyi kórházban például főznek rájuk, tiszta ivóvízhez is juthatnak. Úgy fogalmazott, a munka itthoni része inkább a pénzgyűjtés, adakozóból pedig igen sok akad. Véleménye szerint az emberek alapvetően jók, és ha látják, hogy a pénzük fontos célokat szolgál, akkor szívesen segítenek. Az este folyamán dr. Fodor Réka egy könyvet is bemutatott a közönségnek, amely az eddigi 4 missziója közül a legelsőt részletezi, ám már készülőben van a második kötet. Baranyi Sándor és Gyömbér Gábor makói labdarúgók is szerepelnek a Megy piros mezben című futballlexikonban, melyet a József Attila Városi Könyvtárban mutattak be. A könyv 1902-től egészen napjainkig számol be azokról a személyekről, akiknek megadatott a lehetőség, hogy magukra vehették a válogatott mezt. Már-már alapműveltségnek mondható a magyar labdarúgásban az aranycsapat névsora és a legendás 6-3-as szám, amely beégett történelmünkbe. 1953-ban a londoni Wembley stadionban Magyarország fölényes győzelmet aratott az 5 évtizeden keresztül veretlen Anglia ellen. A megypiros mezt azonban 117 év alatt összesen 1001 magyar labdarúgó öltötte magára, akiknek névsora, személyes mérlege szintén megtalálható a történelmi események mellett a könyvben. Igazából ez a magyar történelem és a magyar futball összefoglaló könyve, és 1902-től 2019-ig minden válogatott játékos és mérkőzés és statisztika megtalálható benne, egy óriási összefoglaló almanak, ahogy én szoktam nevezni. Ugye az almanakokat általában egy évre kiadják, de ez azért jóval többet összefoglal. A 720 oldalas lexikon Dénes Tamás sporttörténész és Drusztus Imre újságíró tolléiból született meg, közel másfél évig dolgoztak rajta. Utóbbi szerző úgy fogalmazott, az eddigi adatokat lesöpörve tiszta lappal kezdték meg a munkát, és minden egyes labdarúgónak bemutatják benne az életpályáját. A labdarúgónak ugye világos módon, mint minden magánszemélynek van ugye adatsora, mikor született, ha elhunyt, akkor mikor és hol. Ezen kívül a labdarúgónál fontos, hogy milyen kluboknál szerepelt, és még adat ugye, hiszen a válogatottról van szó, hogy hány válogatottságig jutott el. Na most mi ezt tovább vittük, mert mindenkinek megcsináltuk a maga személyes mérlegét. Minden egyes szereplőnek leírtuk a mérkőzéseit a NOB jelzésekkel, tehát hogyha Magyarország-Ausztria, akkor Hun out,
ha 3-1, akkor, és mondjuk Déteri Lajosról beszélünk, és arról a bizonyos meccsről, amikor a Práterben a mezei irányításával nyertünk 3-1-re, akkor a Déteri egy gólt szerzett, akkor nála zárójelben egy. Mindemellett 941 magyar válogatott mérkőzés jegyzőkönyve is elolvasható a könyvben, megjelölve a helyszínt, az időpontot, az összeállítást, beleértve a cseréket is, valamint a gólokat, a sárga és a piros lapokat. A sport szerelmesei továbbá olvashatnak egy-egy sorsfordító mérkőzés hátteréről, Európa-bajnokság és világbajnokság szereplésekről, eddig kevésbé ismert vagy nem publikált megvilágításban. Lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Szív alakú fémedényekben gyűjtik majd a kupakokat. Nemes küldetésen Afrikában. Makói labdarúgók is szerepelnek a nemrég kiadott futballlexikonban. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el a Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd Társalgó című színes kulturális magazinunk következik. Ezután a második adventi gyertyagyújtásról készített összeállításunkat tűztük műsorra, végezetül pedig Kemencés és Grasszú magazinunkat láthatják. Kedves nézőink, ez volt a csütörtök esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!